Erre a hídra csak természetes kőburkolatot lehetett építeni, hiszen ez egy műemlékhíd. Műemlékhez méltó új burkolatot kapott a Kapus híd. Hangzott el szerda délelőtt a helyszínen megtartott sajtótájékoztatón, ahol hivatalosan is átadták a felújított hidat. A 650 négyzetméteres felület térköveinek kicseréléseire azért volt szükség, mivel a korábban elhelyezett bazaltkockák nem bizonyultak tartósnak. 2009-ben került felújításra a Kapus híd, akkor sajnos a térburkolat kivitelezése, illetőleg tervezése nem a megfelelő volt. Ennek a következménye az lett, hogy a kockák egyrészt nem voltak alkalmasak arra, hogy kényelmesen lehessen rajta sétálni, másrészt ráadásul ki is mozdultak több helyen, ebből voltak problémák, ezért sajnálatos módon, de bele kellett vágjunk abba, hogy akkor felszedjük és újra burkoljuk a hidat, de akkor olyan minőségben, amely megfelel az elvárásoknak, amelyen kényelmesen lehet sétálni, akár a hétköznapi ügyesbolyos dolgaikat intéző gyulaiaknak, akár a hozzánk érkező vendégeknek. A kivitelezést egy gyulai vállalkozás végezte el. A munka során odafigyeltek arra, hogy a környezethez illő burkolatot készítsenek. Emellett fontos szempont volt az is, hogy a felhasznált természetes anyagok ellenálljanak minden időjárási körülménynek. Próbáltuk a legellenállóbb követ felkutatni. Ukrajnába készítettük ide egyébként a követ, és nem kézi vagy gépi töréssel készült a kis kockakő, hanem nagy táblákba szeleteltettük a követ, és utána törték. Tehát azok az oldalai, amik fölülről oldalt látszanak, azok szabálytalanok, de a felső felülete az teljesen sík és vágott. Ezt azért így készítettük, hogy a lehető legkevésbé legyen botlásveszélyes, ugyanakkor a természetes hatása megmaradjon. A másfél hónap alatt elvégzett felújításra az önkormányzat összesen 20 millió 600 ezer forintot biztosított.